Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak, mikor körben állnak. Ezt énekli Pásztor Anna a Márti dalában, és az egykori szegedi kosárlabdázóknak pedig volt miről beszélniük, amikor a sportolói évekről kérdeztem őket. Amikor tavaly októberben egy Szedák meccsen meghívtak mindenkit, aki valaha Szegeden kosárlabdázott, hogy együtt az Európa-bajnok kosárlabdázóra, Hódi Lászlóra emlékezzenek, akkor úgy éreztem magam, mint egy kíváncsi unoka, aki órákig tudná őket hallgatni. Közösen vonultatták vissza Hódi László mezét. A legendás kosárlabdázó éppen egy évvel ezelőtt, május 26-án a 90. születésnapja előtt hunyt el. A mai adásban ráemlékezünk. A Laci egy hihetetlen jó humorú személy, aki ha sportra gondolok, fanatikus volt. Messze kiemelkedett az ő fizikai képességével, elsősorban a ruganyosságával, és végtelenül mélyérzésű és nagyon emberséges kosárlabdázó volt. Az 1955-ös EB aranyérem nyilvánvalóan ma is a legfényesebb csillag a magyar kosárlabdázás egén. Három szegedi kosárlabdázó, Hódi László, Hódi János és Geminger János voltak annak a csapatnak a tagjai. Az 1950-es évek az nem csak egy futball aranycsapatot jelentett, hanem egy kosárlabda aranycsapatot is. A magyar kosárlabda történelem eddigi legnagyobb sikerénél meghatározó alakja volt a magyar válogatottnak. 20 pontot dobott 1955-ben a Népstadionban a Szovjetunió ellen az Európa-bajnoki döntőben. Ausztráliában minden idők egyik legjobb játékosa volt, Magyarországon pedig a halhatatlanok közé választották. Hódi László idén a 90. születésnapja előtt hunyt el. Most őre emlékezik a szegedi klub. Hódi 2 mindenkinél magasabbra ugrik, a nagyszerű formában lendült játékost a szovjet védelem nem tudja tartani. Írták Hódi Lászlóról az 1955-ös Európa-bajnoki győzelem után. Magyarország 82-68-ra győzte le a Szovjetuniót a döntőben, ezzel csak nem aranyérmesek lettek. 9 éves voltam, óriási fölhajtás volt, először is kezdett éleződni az 56-os hangulat. A stadionban 40 ezer ember volt a szovjet csapat ellen, és gondolom se kell, hogy abszolút várható volt, hogy nyerni fognak. Először is a közönségnek a drukkolása, a másik az, hogy egy beérett csapat lett. Azért 3 szegedi Európa-bajnok az nagyon nagy dolog szerintem, és ez mutatja azt, hogy azért ebben a városban komoly hagyománya van a kosárlabdának. Ők voltak azok, akik először kiugrottak és kirukoltak, és tulajdonképpen a magyar kosárlabdának a fénykorát élték. Úgyhogy mind a háromunknak köszönhető. A Greminger azt hiszem, hogy mondtam neked, hogy körülbelül annyit jelentett a magyar kosárlabdában, mint a foci csapatnak a Puskás. Utólag őszintén megmondom, hogy bár hittem, hogy győzünk, tudat alatt nagy hatást tett rám a szovjet csapat erőtől dúzzadó játéka. Álltunk mi már az utóbbi időben győzelmi esélyekkel velük szemben, de valami plusszal mindig a maguk javára tudták eldönteni a mérkőzés sorsát. Ezt mesélte az idősebbik Hódi a meccs után. Hódi Jánosra Supermanként emlékezett Tékes István szegedi újságíró egyik cikkében. A Lacin kívül meg kell említeni, hogy a testvérét, a János, de előtte volt ugye a Halász is nagyon komoly válogatott játékos. Őt ugye a rossz nyelvek szerint azért zárták ki az 50-es években a válogatottból, mert az volt az akkori elnöknek a véleménye, hogy Jan Perc, és akkor ez... Ő Jan Perc volt, és azért nem lehetett válogatott, ha nem ez a vélemény róla, akkor lehet, hogy ő is Európa-bajnok kosárlabdázó lenne szegedi. Abban az időben egy magas csapat volt, 193-195 kétméteres személyek voltak, ami most már átlagmagasság. Abban az időben jó volt, és nem olyanok voltak, akik alig tudtak járni. Abban az időben volt, hogy 2 méteren fölül az illető személy döngölte a padlót, mert olyan nehéz futása volt. Borzalmasan szerették ezt a játékot. Ők nem ebből éltek, nem munkaként csinálták, hanem szerint. Ez óriási különbség. A mostani profik azok megteszik a dolgokat, de nekik esetleg ez munka. 8-tól 10-ig van edzés, meg délután 5-től 6-ig, le tudják. Ezek szerették a kosárlabdát. A 60-as években a kosárlabda nagyon elhanyagolt sportág volt. Viszont ezek a hírek, hogy milyen jó csapata van kosárlabdában Magyarországnak,
Szegedre hamarabb eljutottak, hiszen Szegedről indultak azok a játékosok, akik meghatározók voltak abban a csapatban. És a három játékos közül most Hódi Lászlóra emlékezünk, nem csak a Európa-bajnoki döntőn dobott 20 pontjára, nem csak az ausztrál sportsikerekre, hanem hát arra nagyszerű emberre is, aki ő volt, és arra a szegedi lokálpatriótára is, aki 80 felett is rendszeresen visszajárt a szülő városába. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy a szegedi postásban viselt 5-ös számú mezét visszavonjuk, és a szegedi férfi kosárlabdázásba, felnőtt csapatba soha többet 5-ös számmal nem játszott senki az ő tiszteletére. Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztük a család szempontjából, és gondolom, hogy a Laci is nagyon örült volna neki. Hosszú idő után újra együtt a szegedi kosarasok, még a szegedi postásban vagy a Seacnál játszottak együtt. Aki tudott, mindenképpen eljött, hogy Hódi Lászlóra emlékezzenek. Fiatalon, egész fiatalon, ugye talán 17 évesen vitték el a Honvédba, onnan lett válogatott, egészen fiatalon már ugye a olimpián vett részt, ugye ez az Európa-bajnoki aranyérem, utána pedig Ausztráliába a karrierje, ahol szintén válogatott lett, sőt Hall of Fame, megválasztották a legjobb ausztrál kosárlabdázónak, tehát ez ugye mindent elmond arról, hogy milyen érthetlen tehetséges játékos volt. Én ugye Budapesten nőttem fel a budapesti Honvéd csapatában, és ott azért viszonylag, ezért is örültem ennek a lehetőségnek, ott kicsit így intenzívebb ez a, hogy mondjam, hagyományápolás és történetmesélés, és ott egészen fiatalon találkoztam ezekkel a nevekkel és hát történetekkel, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos emiatt számomra, tulajdonképpen emiatt egy kicsit személyesen is, hogy itt Szegeden is megismerkedjenek ezekkel a játékos nevekkel, meg történetekkel. Négyen voltak testvérek, születési sorrendben János, László, Szabolcs és Ildikó. László két ország olimpikonja is volt, Magyarországé és Ausztráliáé. 1956 végén költözött ki az akkori feleségével. Ausztráliában nem volt profizmus, az edzések mellett napi 10-12 órát dolgozott. Testvérével Szabolccsal, aki követte két bátyját külföldre, baromfi telepük és kötőüzemük is volt. Hihetetlen jó humora volt. Mindenből mókát csinál. Szóval nagyon nehéz volt, aminek jó hangulata volt, úgy beszélni vele, hogy komolyan. Hál' Istennek van bennem is ilyen. Szabolcs szerint testvére soha nem felejtette el, hogy honnan jött. Még az 1964-es tókiói olimpián is mindig a magyar csapattal evett, pedig akkor már az ausztrál válogatotthoz tartozott. Borzasztó rossz vesztő volt, ez vonatkozik mindenre. Volt olyan, hogy említettem neki, hogy könnyű volt neked abban az időben eredményt elérni, amikor ronylabdával játszottad. Ehhez mit szólt? Nevetett, tudta, hogy komolyan mondom. Nem, tudtam nagyon jó, hogy ő mit jelent. 56-ban elment, ugye Ausztráliában én akkor 5 éves voltam, de kétszer is találkoztam vele személyesen, egyszer a Radnóti gimnáziumban jött be, ugye ő radnotis diák volt, onnan került föl Budapestre, és egyszer pedig akkor, amikor ez a bizonyos könyvbemutatója volt, az én édesapám és az én édesanyám nagyon jó személyes kapcsolatban voltak a Lacival, tehát amikor megmondtam a nevemet, hogy én vagyok a Virt Pistának, meg a Merény Julinak a fia, akkor mindjárt egy barátságos légkör alakult ki közöttünk. Bár a három Európa-bajnokot nem látták játszani a szegedi postás, később pedig a Szeol fiataljai, Hódi Szabolcsékat tátott szájjal nézték. Mi is szerettük a kosárlabdát. Ebből adódóan sokszor kint maradtunk még, dobáltunk, ezt meg a Szabitól ellestünk egy cselt, unoköcsémmel, Kertész Józsival próbáltuk megtanulni, szóval egy más világ volt. Csak a Szabolcsot láttam egy Honvéd edzésen, és ott, tehát
Ő egy losonci szintű ember volt. Losonci Árpád 226-szoros válogatott kosárlabdázó volt az 1970-es és 80-as években. A szegedi születésű játékos 5-ször nyert magyar bajnokságot, és az elsők között állt légiósnak. Az 1982-es Európa válogatott Michael Jordan ellen is játszott. Nagyon fiatalon kerültem be a SEAC, nem még a SEAC, ugye Szeged Egyetemi Atletikai Klub csapatába, ahol a nálam 10-12 évvel idősebbekkel edzhettem, és később játszhattam, és tőlük minden fizikát eltanultam. Tehát balra néztem, jobbra adtam, fölnéztem, lent adtam, lenéztem, fönt adtam, tehát ezeket mind el lehetett lesni, és volt kitől ellesni, Merényi Gálmán, Faragó Dódi, Kis Zoli, Dobó Bandi, és hát a Hódi Szabi. Amikor én kezdtem, akkor még voltak beavatások. Volt beavatások, én például a postással voltam, és Szolnokon hordtam az embereknek a táskáját, csapattársaim, Kálmán Miki, Horváth Laci, Varga Imre, Elekes Misinak a táskáját. És utána, amikor jött, úgy akkor még vonattal jártam, akkor bizony föl kellett feküdnöm, és elverték a fenekemet. És a Szeulba is volt, ott volt ügyvédek, Kertész Józsi volt az egyik ügyvéd, a másik ügyvéd a dr. Kecskés úr, aki a védőn volt, és mindig nem a plusz illetve nem a mínusz javasolt, de mindig a pluszt. Azért volt, hogy labdákat ide kellett vinni, oda kellett vinni, akkor mit tudom, bementünk a tusolóba, érdekes módon nekünk már csak hideg víz jutott, mert az öregek kifürödték a meleg vizet. Voltak a gyors öltözők, és voltak a lassan öltözők, mint én. Volt egy borosztucó, aki már a mérkőzés után 5 perccel már kijött, és ilyen apróbb egyebek, de én nagyon sokat köszönhetek a nálam idősebb játékosoknak, mert nem éltek vissza azzal, hogy ők az idősebbek, hanem inkább tanítottak bennünket. Mosolyogva emlegetik fel a legszebb emlékeket a szegedi kosarasok. Korábban egyáltalán nem volt arra példa, hogy mindannyian újra együtt legyenek. Emellett a nap mellett nem szabad elmenni, és ha régebbieket kell keresnem, akkor mindig csak ide fogok jutni, hogy ez a mai nap a legszebb. Ez pedig már az a pillanat, amikor Hódi László özvegye, Éva és fia Andrew először meglátták az 5-ös számú mezt az újszegedi sportcsarnokban. Hát látni, hát actually látni életben, hát, mert láttam filmen is, nagyon megható, de itt lenni ez egész más. Ők Ausztráliában élnek, így az ünnepségen nem tudtak ott lenni. We came up the stairs today. Feljöttünk a lépcsőn, és láttuk apukám visszavonultatott mezét. Nagyon megható volt, nagyon büszke vagyok, nagyon örülök, hogy láthatom az 5-ös mezt. He would have been very, very happy to see that up there, as am I. Megható volt azért, hogy ezt megtették a Laciért, és hogy nagyon sajnálom, hogy ő nem tud itt lenni ezzel, de nagyon köszönöm. És a Laci nevében nyilván is köszönöm. És hogy mire emlékeznek a legszívesebben? A Laci humorára, a Laci kedvességére, a barátokat imádta. Sokszor jobban, mint a családját, ahogy én gondoltam akkor, de nagyon családias volt, nagyon kontaktot tartotta az emberekkel, mindig beszélt a régi tímről, akikkel a Bece neveket tudom, hogy a Csőrös, meg a Ez neveket, meg Zsíros, meg stb. He's always here with me, so he was... Ő mindig itt van velem, ő volt az apukám, egy nagyon érzelmes ember volt, mindig boldog volt és csupa szív. Az élet épp úgy a szenvedélye volt, mint a kosárlabda, és állandóan versengett, mindenből versenyt csinált, de nagyon jó ember volt és nagyon szerethető. Megtanított az élet nagy dolgaira, azt tanította, mindig mindenre készüljünk fel, tervezzünk meg mindent alaposan. A rokonokat Kardos Péter elnök, Kerpel Frónius Balázs ügyvezető és Hódi Szabolcs kísérte a csarnokban. A látogatáson az is kiderült, hogy a legfiatalabb Hódi fiú nem felejtette kosárra dobni. Ez a 70-es években épült. Igen. Ez a 70-es évek elején ez a... De emlékszem, ő volt itt egyszer. Volt itt nálunk a és csapathoz elején. És itt dobált is. Igen, és itt dobált is.
A szegedi postás még egy általános iskolában játszott, és az egykori kosárlabdázók azt is elmesélték, hogy bizony volt olyan is, amikor a kézi vezérlésű eredményjelző a pályaválasztó javára tévedett. A szegedi postással akkor még a Rokosi tornacsarnokba, amit tornacsarnoknak neveztek Szegeden, nagyon jó hangulat volt nézőkkel, sok néző, majd utána a Szeol, akkor már itt. Föltörekvő csapat volt, sokáig NB1B-vel játszott a Szeol, utána fönt ragadtunk a 80-as években már Szegeden, a Szeged, Szeol révén. Hát sokat edzettünk, nagyon jó kis meccseket játszottunk, és NB1-esek maradtunk sokáig. A mi időnkben sokkal fifikásabban játszottunk, tehát mentek a hát mögötti passzok, láb alatt, fül mögött, barátságosabb volt a kosárlabda akkor. Ez meg dinamikusabb, és a néző számára lehet, hogy ez érdekesebb. Egykorúak voltunk, egy iskolában jártunk, tehát nem csak a pályán voltunk csapattársak, hanem a pályán kívül nagyon jó barátok voltak is. Nagyon fontos, hogy a pályáról lementünk, akkor is együtt voltunk, együtt mentünk, együtt jöttünk, tehát sokkal családiasabb volt. Életem legszebb élményeit ennek a kosárlabda éveknek köszönhetem. Mindenki vezérszerepet töltött be ilyen tekintetben a csapatban, mert ez körbejárt. Tehát mi egy baráti társaság voltunk, és ez a baráti társaság családostól későbbiek folyamán, amikor már abba hagytuk, vagy akiknek volt már családjuk, azokkal összejártunk, és ezek a barátságok még a mai napig tartanak. Minden hónap hétfőn, igen, van egy ilyen lehetőség is, de mi azért klikkesedünk, és vannak olyanok is, akik keddenként találkoznak, ami sokszor sok, de azért bírjuk. Ez pedig már a szegedi postás, a SEOC és a SEOL utódja, a SZEDEÁK. A jelen generáció a pályán, a jövő pedig a pályaszélén, és úgy csodálja a játékosokat, mint ahogyan az 50-es évek fiataljai, Hódi Lászlóékat. A fiatal játékosoknak szüksége van olyan helyi hősökre, vagy olyan legendákra, akikre egyrészt fel tudnak nézni, és azt gondolom, hogy Hódi László mindenképp egy ilyen példaképnek tekinthető, akik egyszerűen motivációt adnak nekik a további munkára, illetve olyan példát állítanak eléjük, amit fiatal játékosoknak érdemes követni. Egyszer a Laci, amikor itt volt Szegeden, eljött a csapatunkhoz, beszélgettünk, és én megkérdeztem tőle, hogy hát 80 év felett, hogy mi a titok, hogy lehet ennyire szellemileg és fizikálisan frissen maradni, és akkor azt mondta nekem, hogy Petikém, ne ülj le, mert nem tudsz felállni. Úgyhogy én annyit szeretnék nektek mondani, hogy hát mi vagyunk ez a SZEDEÁK, ez a csetlőbotló utódotok, aki igyekszik nem leülni, és igyekszik folytatni a kosárlabdázást, folytatni a ti utatokat, hol nehéz, hol nehezebb, de semmiképp se könnyű körülmények között. És hát legyetek megértőek velünk, és köszönjük, amit tettetek, és köszönjük, hogy vagytok, és ennyit szeretem. Hódi László bár több mint 60 évig Ausztráliában élt, mindig kíváncsi volt, hogy milyenek a fiatalok Magyarországon, különösen Szegeden. Eleve az, hogy 81 néhány évesen repkedett Ausztrália és Magyarország között, és jött Szegedre, és teljesen aktív volt szellemileg, fizikálisan, amikor mi találkoztunk még egy pár évvel ezelőtt. Azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy magas a 190, nem tudom, 2-3-4 centiével. És ugye az ő korában az is volt nyilvánvaló. Kicsit meglepődött, amikor 2 centér közébe állt, és 10-15 centével alacsonyabb volt. Mondta, hogy azért erre nem számított. Ott kint voltam körülbelül fél évvel ezelőtt, látogatóban. Akkor már halálos beteg volt, és tulajdonképpen nagyon jó volt, könnyű volt vele beszélgetni, mert a valláson keresztül őnek is semmiféle rossz érzése, vagy pedig félelme nem volt.
abszolút tisztán, nyíltan tudott beszélni, koncentrált rád, és nem vetted észre, hogy esetleg a gondolatai szerteszana vannak a betegsége miatt. Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy vigyázzál magadra, rövidesen találkozunk. Tudtuk, hogy itt ebben az életben nem, de remélem, hogy másik verzióban, ha hiszünk, akkor talán. Amikor az utolsó percén már nem volt magával, akkor a televízióra rátettem, a YouTube-ra, hallgattam a magyar himnuszt, mert tudtam, hogy az agya az még tiszta. Hiába nem conscious, és azt az emléket akartam, hogy vigye magával, ami a legközelebb volt hozzá. Tehát a magyar himnusz, amikor a sportjátékok után, ugye a olimpikon, meg stb., azt gondoltam, hogy ez az én szeretetem neki, hogy ezzel menjen el. Az, hogy lesz-e Szegednek újabb Európa-bajnok kosárlabdázója, még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a szegedi klub soha nem fogja elfelejteni három Európa-bajnok kosárlabdázóját, a Hódi testvéreket, Lászlót és Jánost és Gremminger Jánost. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, ennyi fért bele mai műsorunkba. Az adást visszanézhetik Facebook oldalunkon, és ott vagyunk az Instagramon is. Egy hét múlva is tartsanak velünk, hiszen akkor már élő adással jelentkezünk a Szeged Televízióban. Viszontlátásra!